Isti! A videót a notebook.hu támogatta. Link lent! Na sziasztok, srácok, itt vagyunk a következő 2018-as Russia VB Fantasy meccsünkben. Irán, Portugália, hát elég egyértelmű egyelőre, hogy mi lesz a végeredménye, vagy hát nálunk nem feltétlenül, viszont Patrick is itt van. Szevasz, Patrick! Szevasztok, üdvözlök mindenkit! Én is, ez a B csoport mérkőzése, ahol Iránnak egy pontja van, Marokkónak is egy pontja van, Portugáliának és Spanyolországnak pedig 3-3. Úgyhogy ha ezt mondjuk Portugália behúzza, akkor úgy látszik, hogy biztos tovább jutok. Na, micsoda driftelés volt ott nálad. Így van, ahogy Patrick mondja. Igen, kemény volt, ahogy Patrick mondja, az úgy van. Na most az a helyzet, hogy azért ne felejtsük el, hogy egy EB-n játszottunk már mi 3-3-at. A portugálok ellen, azt hiszem. Szóval egy Irán, hát, hogyha én most meg tudom fogni valahogy ezt a portugál csapatot, és mondjuk esetleg nem... Ja, hogy azt mondom, hogy fehér vagyok, jó, akkor leesett, oké. Okay. Tehát, hogyha valahogy ezt sikerül megcsinálni, akkor az, hát, meglepő lesz. Meglátjuk, srácok, ugye, fantasy VB, tehát, hogy akkor csak bármi megtörténhet. Kiesne itt a Portugália, az érdekes lenne. Na, hát elég masszív támadásokban vannak itt azért a portugálok Patrickkal a vezetésben, és hát azért indul itt a... Aha, hát ez... Jó. Tehát, hogy oké. Okay. Meg kell még szokni ezt az iránt, hogy... Igen. Jajajajajaj, jó. Hát na, igen, ez látszok. A portugál csapat, ez azért jelentősen jobb játékos állománya a bír, de csapatjáték számít itt, ugye? És hát azért tudjuk, hogy Isti csapatban sokkal jobban játszik, mint én. Úgyhogy hát izgalmas meccsnek nézünk. BOOM! Már van nem egy kapulagásunk. A hangsúlyt. Nem nagyon emeltette azt fel. Igen, gyatra volt, sajnos gyengus volt. Ó, basszus kulcs. Igyekszem azért nem szégyent hozni magamra. Én veszem észre, hogy Jézusom! Hát az már is! Az már is egy nulla, atya úristen, hát ezt nem is tudtam megfogni, tehát hogy... Kicsit ott megdöntögettem az embereket. Igen, arra. Picit Cédric vagy ki, aha, húha, hát... Cédric. Fájdalmas, ki kell majd operálni azért majd a fél időben. Hopp. Azért közel volt, rajta volt, hát 1-0, érted 0-1 az én szempontomból. Srácok, szóval Gucci colorway az ott van, na de menjünk is tovább. Tényleg. El kell kezdenünk játszani, mert nem nagyon játszunk, az a helyzet, nem nagyon jöttünk el játszani ezen a napon. Mondjuk még nem sok mindent tehet le a mérkőzésből. Ó, de rosszabb. Idő az van bőven. Rui Patricio. Na. A kapus. Ó, az ott még. Na, de én nem fogok most izélni ellazulni, ugyanúgy fogok támogatni. Sorozzál, persze, az a lényeg. Soros! Soros! Soros ter! Hááááá! Azt hittem, hogy valahogy odaérek, de nem nagyon értem én oda. Ne, de nem igaz! Jézusom, Patri, azt a rohadt! Á, te jó ég! Foggalmam hát... sincs, hogy került ott hozzá valamra. Fú, úristen, szerencsétlen iráni csapat. Ez való életben kíváncsi erre a meccsre azért, ez... A mai napon lesz, úgyhogy... Igazad van. Jaj. Hát ez nem sikerült. És elesik, mérese le. Come on! Miért fújja? Ezt miért fújta le? Mit tudom én, az Isten áldja meg, hát olyan lendületben voltam. Cédric. Egy gól, aztán egy sárga instant. A francba. Pedig éreztem, hogy azt így tudom vinni. Ez személyiség volt, ezt nem értem. Ez igen, miért. Ezt vittem volna nagyon. Táncoltam, nagyon éreztem a labda. A vízitánc volt az. Lehet, elment tőled a labda? Lehet, nem lett volna már utána nálad, de... BUM! NEM! Jézusom, srácok, itt még... BUM! Nem igaz! Itt még nekem bőven gólt kell szereznem, egyáltalán nem biztos az egy gól. Ajajajajajaj. Mit csinál a baj, Istenem? Jó, nem baj. Aj, ezek a... Aha. Jézusom, a játszás a labdával. Aha. Aha. Jó, indulunk. Jó, érzem már. Azért mondom, érzette a csapatjátékot mindig. Na, azt még vihettem volna, azt még nagyon kellett volna vinni.
Bolondít ez a portugál csapat! Na jó, én is elkezdek felépíteni valami támadást, mert az utóbbi időben nem nagyon volt nálam. Nem nagyon kell neked. Dehogy nem. Hagyd, engedd el ezt a támadást. És tényleg elkezdett észre játszani a fiú. Kénytelen vagyok. Jó van. Jó. Oké, okay. Oh, baszki. Jó. Nagyon szépen elé futottál amúgy. L.A. ha érted. Hát te még abban jössz. Én abba, tesó. Abba persze. Vagy te még, azok még durva eléjekben vagy. K-California, LAX! Hát, ez nem igaz. Egy egyenlítés nagyon megérdemelnénk amúgy. Igen. Szerintem jelenleg. Tudom, de semmi nincs a sportban megérdemeltem, hanem minden csak kiérdemeltem van. Nem tudom, volt-e értelme. Azt! Tudom, de nagyon deep volt. Nem volt értelme. Összenyomtam kettő gombot egyszerre. Igen, az szokott előfordul. Na, keménykedik a fiú, azt... És lefújja bazd meg. A rohadt anyját! Jó, nem baj. Szevasz, Cristiano! Engem kidobott Krisztikáó, mert én nem vagyok az iráni válogatott. Na majd leosztanak téged, miért hallgatsz zenét. Ja igen, magyar zenét miért hallgatok? Leginkább ugye magyar zenét miért hallgatok? Persze. Ugye az is szar, ugye hát na, ismerjük azért az a véleményeket menő. Erről. A duónak a vélemény. Gyerünk, gőjj! Jó. Figyelj, szerintem önmagában már az elég dicsértes, hogy azért vannak helyzete Hink, szóval ez jó dolog. Igen. Jó lenne egy gól, nagyon jó lenne egy-egy legalább. I tear me that ball, you motherfucker! Uff. Jó. Na, srácok, ebből el kell kezdeni indulni. Ó, de viszket a szemem. Senki sincs. Vágom, nekem az orrom szokott brutálisan. Aj, de gyönyörű, hát ez... Ez nálam is nagyon szép labdaszerzés volt. Á, de szar! Ilyeneket nem engedhetünk meg magunknak egy portugál, á? Jó. Nyugalom, srácok. Oké. Okay. Jézusom. Áll a jó Istennek. A csatkai Szűz Máriának. Visszahoztad onnan. Szép volt István. Jó volt. Ájjjá! No. Olyan magad, hogy tényleg játszik a pályán, az izé sporék, köszönöm. Csata felszólítás volt ez az. Ájjjá! Én megvakarom a szemembe. Vakart, szólja, hogyha mehet. Mehet. Miért odaadja? Árohat életbe, de jó játszol te kicsibe mindig. Nem. Az nagyon lazán passzolta el. Igen, azt rossz helyre adtam. Húha. Mekkorát védett! De honnan volt ott nekem helyzetem? Nem tudom, mert Portugália. Srácok, köszönöm. Egyelőre nem nagyon kiegy, vagy mármint, hogy ja, értitek, tehát hogy nincs az a nagy... Mit csinálok? Miért nem adta tovább? Nyomtam a paszt! Jó! Gyerünk! De lassú lesz! Nincsen senki. Senki se. Nem veszem fel, én nem... Jézus Atya Úristen István! Kapus klassz is, mi? Nagyon durván támadol. Mi a szarva? Úgy beszorultunk itt. Nagyon jó adogatod azt a labdát ide-oda. Basszus kulcs! 11! Van! 11! Könyörgöm! Úristen, az. Ez itt Westbrook! Biztos, hogy de mi van? Nem tudom. Egy B betűt nem mertem nyomni, nehogy vélem 11-es legyen. Fúha! Na most ezt be kell rúgni. Na ezt nem rúgom be, az nagyon szégyen. Nem szégyen. Patrik. Baszki. Nem mozogjál már az anyád picsáját. De idegesítőket. Istenem. Tudtam, hogy elszarom. Nem merem ezt megnyomni nagyon. Mert régen olyan volt, hogy elrúgta a picsába, ha túlnyomtad. Basszus, ekkora szart, mint én, hogy... mindig hagyjuk. 11-esből nincsen gól. Én is hagytam már. Hát ez már itt már szétesünk szerintem fejben, én azt érzem. Már legalábbis én már szétestem. Szóval, tehát ez a, amikor érzed, hogy na most akkor izé egyenlítés lehet, és akkor nincsen, és akkor jó, akkor most már itt vége a világnak. Nagyon durván támadtunk.
A franc egye meg! De kár érte, de sajnálom a dolgot. Igen, ez bemeltett volna ott. Martinsot hozom fel közben. Portugálok klasszisát. Fogalmam sincs, hogy ki ő. Ja, akkor jó. Azt hittem, hogy beengedi a picsába. Én is. Jó, figyelj, most már egy blokk legyen kettő. Ja, jó, nem baj, még van 10 percünk. Nem olyan sok, de talán egy okos támadásra elég. Jó játszol nagyon ezzel csapattal. Hát az azért enyhe túlzás. Hát, ahhoz képest. Jó, mondjuk azért nem olyan szar. Nem főleg van. Úgy, hogy ugye kint van azért a VB-n. De azért na. Szégyen lenne, hogyha ezt nem hoznám. Aha. Ó, az csúnya volt. Ó! Oh. Jézus Isten! Atyaus, na jó, srácok, még egyre van időnk. Fú, nagyon koncentrálok én is, hogy nehogy vél. Hozni kell a kötelezőt, és... Árohat életbe! De elesik, bassza meg, hát elesik! Há, lófasz. Opa. Jó, hát ez rekt. Ne, Isti nagyon jól játszott ezen a meccsen, ne izélj át, bőven nyernem kellett. De hát egy 11-est elszorok, hát nem lehet ezt, Fú, de idegesít amúgy. Na mindegy, srácok, hát ez lett volna a Portugália-Irán papírforma, az jött. De sok esélyed volt. Hát nem, tényleg ezt nem. Tényleg nagyon nagy hiba volt az a 11-es kihagyni. Nem merem megrúgni erősen, mert félek, hogy elmegy a picsába. Annó csináltam már ilyeneket. Na mi is látok, hát minden esetre reméljük, hogy tetszett. Patrik, jól játszottál. Hát én nagyon szarul ahhoz képest, hogy milyen csapat volt, de mindegy is. Na mindegy. Reméljük, hogy tetszett, jöhet az outro. Remélem, srácok, hogy élveztétek a videót, a leírásban egy csomó linket megtaláltok, mint például az Isti butikot, valamint az Instagramomat és a Facebookomat is. Érdemes mindenféleképpen követetek ott engem. Remélem, hogy élveztétek. Sziasztok, gyerekek! Hey. Hey. Hey.